A 2017. évi költségvetés tárgyalásával kezdte meg az idei első ülését a Moson-Magyaróvár térségi társulás társulási tanácsa. Ennek fontos pontja volt a bérek és a bérjellegű kiadások átbeszélése, amely oldalon jelentős 15%-os növekedéssel számolnak erre az esztendőre. Ez mellett a költségvetés fő összegét a topos pályázatok is befolyásolják. Ami még megnyomja egy kicsit a főszeget, az valóban ez a két topos pályázat, amiből most úgy néz ki, hogy csak az egyik lehet nyerő, legnagyobb sajnálatomra, és hogy melyik ujjunkat harapjuk, ugye az egy jó kérdés. Egyenként mindegyik nyerő lehetett volna, de ezt együtt a kettő nem. Viszont itt 100 millió forintot benne hagyunk a keretbe. Úgyhogy most azon próbálunk ügyködni, hogy erre a 100 millió forintra hogyan tudnánk mégiscsak igényt tartani. Egy 150 millió, tehát ha most engem kérdeztek, a konyha beruházás talán fontosabbnak tűnik, mint a nem haragszatok meg a bővítési beruházás, mert azért mégiscsak a szociális ellátásoknak egy alap tevékenységéről beszélünk. A témapontok közül a tanács egyhangulag elfogadta a költségvetést, a család- és gyermekjóléti központot, valamint az intézményi pályázatokat érintő kérdéseket. Ez mellett több témában, mint például a főépítész alkalmazása, az emlékdiploma, az első segélynyújtó tanfolyamról kaphattak felvilágosítást az egybegyűltek. A tájékoztató pontok közül a legkiemelkedőbb a fogorvosi ügyelet megszervezése volt, amely nagy feladat elé állítja a településeket. 10 fogorvos működik a körzetben, 6 Moson-Magyaróváron, de a 10 körzetben működő fogorvos nem ügyel. Tehát ti nektek nem sikerült rábeszélni arra, hogy egyébként kötelező feladatait láss el, hanem kötöttetek nagyvonalon egy szerződést a Danuta Kft-vel, aki a Moson-Magyaróvári 6 fogorvossal ügyeltet itt Moson-Magyaróváron. Most ez így a jövőben nem fog menni, ezt most mondom. Tehát ahhoz viszont, hogy én csökkenteni tudjak a fogorvosok terhein, de ahhoz, hogy lényegesen csökkentsek a terhein, ahhoz ki kell lépni a finanszírozásból, mármint az állami finanszírozásból, és át kell venni önkormányzati finanszírozásba ezt a dolgot. Akkor tudom azt mondani, hogy kevesebb óraszámba, és csak Moson-Magyaróváriakat ellátva kell ügyelniük, mert attól lesz kevesebb az óraszám, ha kevesebb az esetszám. Az ülés utolsó napirendi pontját, amely a keszi idősek otthonát érintette, zárt ajtók mögött tárgyalták.